Abszolút. Tökéletes fél. Ezt mondom. Köszönöm. Ugyanis, figyelj, hagyd mondjam végig, hogy ugyanis a takarékszövetkezeteknél nem egynél előfordult. A Szolvad Kerti bebukott takarékszövetkezetnél is eltűntek szerződések. De ezért kérdeljük most, ezért van már büntető. Talán azért, mert a takarékszövetkezetek még csak deviza alapú hitelt nem is adtak volna. Ez forint alapú, nem. Ez forint alapú, jó. Forint alapú, de akkor is kell a szerződés, és a szerződés még nem látunk. Tehát nem nagyon fontos ennél a négy felajánlott ingatlannál, de a négy felajánlott ingatlan, az ott miért nem tudták, hogy van. És ugye belegondoltok, négy évig ott valami alatt emberkültek. százalékos volt a jegybanki alapkamat 2010-ben, és most lement 3,6%-ra, és a késedelmi kamatok a bankoknál nem estek. Mire való az, tudjuk, hogy mire való a szár, a mire való az, mint a bankközi, azért csak ezt köszönünk, és mire való egyáltalán is a kisztességet van. Nem a kisztességet, 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 nem a kis